Az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Világszervezete, az UNESCO minden közgyűlésén arról dönt, hogy kik azok a nagy személyiségek, akikre nem csak szülőhazájuk lehet büszke, de akik az emberiség fejlődéséhez valami nagyon jelentőset hozzátettek. Ilyen a 100 éve született magyar Friedmann Endre, akit a világ Robert Capaként ismer. Ő volt a 20. századi haditudósítók és fotóriporterek mestere. Azt mondta, hogy ha nem elég jó egy kép, az azt jelenti, hogy nem voltál elég közel az eseményekhez. 5 háborút fotózott végig, és az indokínai harcokban egy taposó aknára lépve 40 évesen meghalt. Az UNESCO alapokmánya azt mondja, hogy amíg a háborúk az emberek tudatában születnek meg, addig nekünk mindent meg kell tennünk azért, hogy a béke kultúrája legyőzze a háborúkat. Ez köt bennünket Robert Capához a mai napig.